tudom ki, hogy van vele, de nekem már a könyökömön jön ki ez az influenza vírus elleni védőoltás. Valószínűleg hosszú volt a tű. Egyébként itt a Stefánia Kultúrpalota előcsarnokában is felállítottak egy oltóhelyet. Elsőként Bajor Imre kollégánk próbálta ki, de állítólag nagyon kicsik az adagok. A fő kérdés persze az, hogy van-e az oltásnak valami mellékhatása. Bajor Imi szerint hál' Istennek csak az van. Pataki Balázs azonban felfedezett egy másik, eddig titokban tartott mellékhatást. A H1N1 blog című számot előadja Lengyel Tamás. Félretéve az elveimet, ma beadattam magamnak a komcsik H1N1 elleni védőoltását. Én ezeknek nem betegszem meg. Vagy ha mégis, akkor az ezévi TB-met én ágyban lázasan lefekszem, nekik ott dögöljenek meg. A szúri kicsit fájt. Az oltás helye körül kis vörös folt jelent meg. Második nap. Egyelőre semmi mellékhatása az oltásnak. Nejemnek ma születésnapja volt. Furcsa belső késztetésre vettem neki egy szál piros szegfűt. Közben a karomon a kis vörös folt kis vörös csillaggá alakult. Borogatom. Hát, ha elmúlik. Harmadik nap. A dugóban rádiót hallgattam. Hogy Bolgár Györgynek milyen szépen búgó hangja van, ezt eddig észre sem vettem. Az oltástól egyelőre jól vagyok. A kis vörös csillag továbbra is megvan, de már van mellette egy kis sarló meg egy kalapácsi. Vodkával borogatom. Belsőleg. Negyedik nap. Ma reggel arra ébredtem, hogy szeretem Lendvai Ildikót. Lehet, hogy a vodka miatt. Kicsi hőemelkedés, de semmi komoly. A csillag meg a szerszámok eltűntek a karomról. Nem lesz itt semmi baj. Ötödik nap. Bolgár Györggyel álmodtam. Az álmoskönyv szerint Bolgár Györggyel álmodni magas telefonszámlát jelent. Akkor ma mégsem hívom fel. Hatodik nap. A nejem nem akarja beoltatni magát, pedig láthatja, hogy nincsen semmilyen mellékhatása. Sajnos a veszekedés hevében Lampert Mónikát csinosnak neveztem, ezért visszaköltözött az anyjához. Nem Lampert Mónika, hanem a nejem. Pedig milyen csinos. Nem a nejem, hanem Lampert Mónika. Hetedik nap. Megjött az első Népszava előfizetésem. Nagyon tanulságos írások vannak benne a jobb oldal elmúlt 8 évig gaztetteiről. A telefonomon a csengő hangot közben átállítottam az Internacionáléra. Előadja Bajnai Gordon leendő ex-miniszterelnök. 8. nap. Jobban megnézve tulajdonképpen egész szép az MSZP logója. Lehet, hogy én is szegfű mintásra festetem a konyhát. A laptopomon háttérképként beállítottam Draskovics Tibor lemondó levelét. Mindig sírnom kell, ha rápillantok. Drazsikám, miért hagytál el minket? 9. nap. Az IVI-ben csatlakoztam a Szeretkezni akarok Mesterházi Attillával. Csoporthoz. Feladtam egy apró hirdetést is, hogy megvenném a Napkelte utolsó 8 évfolyamát, vagy egy Lakatté Károly akciófigurát. Ez olyan, hogyha megnyomják Lakatté hasát, akkor mond egy focis aforizmát. Például azt mondják, a pálya a nyertesek felé lejt. Ez tévedés. A pálya arra lejt, amelyik csapatnál több markológép van. 10. nap. Megjött a Lakattés Barbie figura. Megnyomtam a hasát, és azt az aforizmát mondta, hogy a pályán, akárcsak az intenzíven, a sípszó után megáll az élet. Még egy jó hír van. Ma megérkezett postán az MSZP-s tagsági igazolványom. Van hozzá oklevél is. Ezennel 24.177-es számú tagsági könyvedet adományozzuk neked, kedves elvtársunk, Kövér László.